A sorrendben 55. Agra mottója a hagyományosan friss, amellyel a vidéken előállított élelmiszerek helyben történő értékesítését kívánták támogatni. Megkülönböztető figyelmet kapott ezen kívül a fenntartható turizmus, valamint a fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás is. A mezőgazdaságban ma az előállított termék minősége a legfontosabb dolog. Ha a csúcson akarunk maradni az uniós és más országok erős konkurenciája közepette is, akkor elsősorban a minőségre kell törekednünk. A másik lényeges dolog pedig a termék ára. Az idei Agra partnerországa Kína volt. A szlovén-kínai árucsere dinamikusan fejlődik. A 10 évvel ezelőtt még 60 millió eurót kitevő szlovén kivitel mára megötszöröződött. Különösen a bor, a tejtermékek, a méz és a halkonzervek kiviteléhez fűznek nagy reményeket. Ami az élelmiszertermelést illeti, Szlovénia kisországnak számít, ezért nem tud nagy mennyiségű árut kiszállítani és nem tud olcsón exportálni. Azonban Szlovéniának vannak hagyományosan jó minőségű termékei, amelyeket magas áron lehet értékesíteni. Az 1 milliárd 350 millió embert felölelő kínai piac erre kiváló lehetőséget kínál. Az évtizedes állandó jelenlét után Vajdaság Autonóm Tartomány idén nem képviseltette magát a radgonai vásáron. Vajdasági kiállítókkal mégis találkozhatunk a rendezvényen. Az érdeklődés nagy, nincsenek Szlovéniában nagyon gyártócégek, így a potenciális vevőket érdeklik a kis farmos gépek, amivel terméket tudnak előállítani a saját mezőgazdasági gábokban megtermelt ugye magokból, terményekből, tehát én eddig meg vagyok elégedve az érdeklődéssel. Az idei Agrán 30 ország 1800 kiállítója mutatkozott be, mintegy 70 000 négyzetméternyi kiállítási területen.